magyarul fognak imádkozni és énekelni, és magyarul fogják élni. A gyógyulás, az enyhülés. Idén is több ezren zarándokoltak el Doroszlóra Kisboldogasszony ünnepén. Sokan gyalog indultak, akár távolabbról is, hogy részt vegyenek a két napon át tartó vallási eseményen, amelyen egymást követték a bűnbánati liturgiák, szentségimádások, körmenetek. Előesti szentmisével tisztelegtek a szűzanya előtt az ünnep első napján Doroszlón. A szentmisét a felvidéki Herdics György címzetes apát celebrálta. Aki mind az élet viharaiban, mind az élet örömeiben bennünket arra buzdít, hogy kitartsunk, helytálljunk, tudjunk reménykedni, bátran tudjunk a jövőbe nézni. A Szentkút vízének gyógyító erejében sokan bíznak. Többen gyalog érkeztek a szent helyre. Egy moholi csoport 180 kilométert tett meg. Idén 26-an vállalkoztak erre a nem kevés megpróbáltatást igénylő útra. Négy napos a gyalogos zarándoklatunk. 6 órakor reggel indulunk 6-án, és akkor első nap Kishegyesen megalszunk. Ott már a hívek várnak bennünket, befogadnak bennünket házakhoz, és akkor ott megalszunk, megpihenünk, és 7-én reggel indulunk tovább ide Doroszlóra. Akkor itt vagyunk 8-án, délig, egy óráig, és akkor megyünk vissza Kishegyesre, és Kishegyesről szintén a 9-én hazáig. Nem csak Mohorról érkeztek gyalogos zarándokok, a kukuszinai hívek reggel 7 órakor gyülekeztek, részt vettek egy szentmisén, és Isten nevének segítségül hívásával indultak el az útra, immár 4. esztendeje, Zsúnyi Tibor plébános vezetésével. Érthető módon folytattuk a hagyományát annak, hogy elzarándokolunk ide Doroszlóra, Szentkútra. Ahogy én tudom, körülbelül 4. évszázada körülbelül a hívek már jönnek ide, és amikor a rendszerváltás után már lehetőség volt erre, érthető módon valamikor korábban, a múlt rendszer előtt, akkor valamikor Mária Gyűdre zarándokoltak a kupuszini hívek, aztán később, amikor a határ elzárt tőlünk, akkor pedig Doroszlóra jöttek ide, és Szilágyi érintésével érkezünk mindig ide Doroszlóra, Szentkútra. Csizmadi Anna neve már ismerősen cseng, nem csak a felszállott a páva nézői körében, hanem a Doroszlóra zarándoklókéban is, hiszen már nem először vesz részt a szentkúti búcsún. A gyalogos zarándoklaton idén a 3. éve, hogy részt veszek a kupuszinai közösséggel, és el kell, hogy mondjam, hogy ilyen könnyű még soha nem volt egyik évben sem, mint idén. Kedvezett az időjárás, nagyon jó hangulat volt, sokat imádkoztunk, és rengeteget énekeltünk közben, úgyhogy nagyon élveztem az idefele utat. Mekkora feltöltődést jelent ez nektek? Nagyon nagy feltöltődés. Nagyon érdekes számomra az, hogy milyen gyorsan múlnak az évek, tehát ez a doroszlai zarándoklathoz képest viszonyítom az évek hónapok múlását.
egész évben várom ezt a napot, nem esik terhemre, nehezemre, tehát nincs terhemre ez a nap. Tudtam már tavaly, hogyha a Jóisten engedi, akkor idén is el fogok jönni a doroszlói búcsúba zarándokként. Klem Valéria egyike a népes szervező csapatnak, egyébként a doroszlói Szent Imre templom kántora. Az előző évek tapasztalatából kiindulva olyan 10-13 ezer ember fordult meg eddig a két nap ideje alatt, tehát 7-én déltől 8-án esti időszakig. Így számítjuk, és erre gondolunk most is az idén is, hiszen az időjárás megengedi ezt a fajta, hogy mondjam, elképzelésünket, vágyunkat, és abból ítélve, ahányan már eddig beregisztráltak, és amilyen tömeget látom magunk körül, ott vagyunk, hogy most ma este már olyan 8000 ember van, illetve fordul meg ezen a kegyhelyen. Ilyen szervezetten ez a 11. éve a kegyhely zarándok szervezésének. Egyébként az zarándoklatok azok már hosszú éve jelen vannak, de ez a fajta, ilyen fajta szervezés, munka, illetve tevékenységek, amelyek a kétnapos ünnepet illetik, ez 11 éve zajlanak. Milyen programok lesznek, milyen miséken vehetnek részt a híve? A két nap alatt magyar nyelvű, német nyelvű, szerb nyelvű, szlovák nyelvű, horvát nyelvű szentmisék hallhatók, illetve azokon a miséken vehetnek részt a hívek. Ezek párhuzamosan zajlanak a kegytemplomban bent, illetve a szabadtéri oltár mellett. Szentségimádás, vetítés, éjszakai vetítés a templomban, illetve a négy zsolozsma a négy időszakban zajlik. Sokan palackokba töltötték, és úgy vitték haza a család többi tagjának is a doroszlói szentkút vizét. A kegyhely középkori neve Bajkút volt. A tömeges zarándoklatok egy csodálatos gyógyulás után kezdődtek el a településen. Zabrucki János, egy gombosi származású vak, álmában utasítást kapott, hogy menjen a Szentkúthoz és mossa meg a szemét. A legenda szerint visszakapta a szeme világát. Azóta évről évre itt adnak hálát a hívők, és itt fordulnak kéréssel a Szűz Máriához. A Bajkút község, az a doroszló községtől egy teljesen különálló közösség volt, és a török utáni újratelepítésnél kerül hozzá egészen közül doroszló. De alapvetőleg a jelenkori embernek mindenféleképp egy büszkeség az, hogy ebben a faluban van Délvidék legnagyobb búcsújáróhely, és az a hely, ahova szinte vajdaság minden területéről ellátogatnak az zarándokok. A fehér-kék szalagos ruhába öltözött lányoknak, az úgynevezett Mária lányoknak kitüntetett szerepük van. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A Szent Misén a feladatunk a lobogó vivése, és hogy figyeljünk is, és a jó viselkedés is. Először is a 6 vagy 7 alsó szoknya, majd sejemből a felső szoknya, a blúz és a kötény. A fehér a tisztaságot jelképezi, a kék szalag pedig Szűz Mária ruhájának a színe. A misét gyertyás körmenet követte a templomtól egészen a Szent Hútig. A búcsú másnapja, vagyis a központi ünnepség is sokakat vonzott. Palackokban vitték haza a hívek a doroszlói szentkút vizét. Mások mosdottak benne, volt, aki fájós végtagjait áztatta a kút melletti medencében, hiszen a hívek úgy vélik, a víznek gyógyhatása van. Érezni a lábrú, hogy mikor kimegy, akkor a víz egy kicsikét hűvös, de nem hideg. Mikor kimegy, akkor meg szinte átforrósodik a lába. Tehát nagyon kellemes.
Nagyon kellemes. Bízunk a szűzanyába, hogy meggyógyít bennünket. A legtöbben minden évben elszarándokolnak a kegyhelyhez. Én nagyon vallásos vagyok, és én nekem ilyesmit, ami szent mise, meg akármilyen szép ünnepség, meg a templom, és nagyon-nagyon imádom, meg nagyon szeretem. Varga László kaposvári megyés püspök szentbeszédében párhuzamba állította Szűz Mária és Krisztus titkát. Bár ez nem hangzott el a szentbeszédbe, de mondhatom azt is, amit a szűzanyával, amit Szent Pál ír, hogy legyetek követőim, ahogyan én Krisztus követője vagyok. Mária volt az első tanítványa Jézusnak, az első Krisztus követő, és az ő példája, amit elénk élt, ahogyan elénk élt, de a Krisztus követést, ez arra hív bennünket, hogy mi is Krisztus követőkké váljunk. Isten bizalmát, Isten alázatát és Isten sebezhetőségét Máriában és az Eukarisztiában emeltem ki, és erre szeretett válaszként azt kértem mindenkitől, hogy a bizalomra bizalommal, az alázatra alázattal, és a sebezhetőségre pedig önmunk odajándékodásával válaszoljunk. Kegyhelyhez fiatalok is nagy számban érkeztek, a fiatalokban, főként a vajdasági fiatalokban még van áhítatérzés és alázat, mondta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke hozzátette, nem véletlen, hogy az elvándoroltak is hazalátogatnak a vallási eseményekre. A délvidéki magyarság legfontosabb, legjelentősebb kegyhelye, azt hiszem, hogy nem csak nekünk, hanem a Kárpát-medence magyarságának, katolikusságának is egyik legfontosabb helyszíne lesz. És mindenek előtt nem csak az áhítatnak, hanem a fiatalokkal való foglalkozásnak, törődésnek is olyan alkalmai teremtődnek itt meg, amelyre büszkék lehetünk, és amelyet tovább kell segítenünk, építenünk. Azt szóhajtjuk, hogy az örökké valóságon át minden teremtmény így imádjon, dicsérjen és dicsőítsen téged, nagyasszonyunknak, a doroszlói boldogasszonynak fiát. Hálát adunk a természet és kegyelem minden jó téteményért, amelynek belőled minden jónak kimeríthetetlen forrásából szünet nélkül áradnak. Babit János Magyarország szabadkai főkonzulja kiemelte, az anyaország számára fontos minden, ami a határon túlélő magyar közösségek életét is érinti, illetve befolyásolja, és ez az ünnep is ilyen. A közösség hit életében ez egy nagyon fontos esemény és fontos helyszín. A magyar kormány jelentős összegekkel támogatja az itteni megjelenést és a létesítményeket is, és szépen bővül a doroszlói Szentkút környéke is. Tovább épül-szépül a doroszlói kegyhely, vizes blokkal, mellékhelyiségekkel és szálláshelyjel, eső esetére pedig védett és fedett térrel gazdagodik a hívők gyülekezőhelye Magyarország támogatásával. A tervek szerint december 1-ére befejeződik a zarándokhely kiépítése. Építkezni akkor lehet fejleszteni, hogyha azt megelőzően van gondolat, van elképzelés, és abban van energia, meggyőző erő, ezt láttam itt az elmúlt években, azért sikerült a kegyhelyet építeni, szépíteni, nem csak most a magyar kormány támogatásának köszönhetően, azt megelőzően a tartományi nagyberuházási alap támogatásának köszönhetően. Az építkezés egyelőre még tart, ettől függetlenül az ünnep mindig meghitt, a szentmisék és a körmenetek mellett minden évben kirakodó vásárt is szerveznek a településen.